A beregszászi járási Szent Anna Karitász a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket. Igyekszik segítőkezet nyújtani az elesetteknek. Egy évvel ezelőtt indították el a megyei Karitásszal közös pszichoszociális programjukat, amely iránt folyamatos az érdeklődés, hiszen olyan programokat biztosítanak a Kárpátalján biztonságra lelt személyeknek, amelyek segítenek enyhíteni azokat a lelki fájdalmakat, amelyeket át kellett élniük. Az elmúlt nap folyamán pedig a kijevi Karitásznak köszönhetően a belföldi menekülteknek, illetve a helyi rászorulóknak egészségügyi utalványokat osztotta ki egyenként 1450 hrivnya értékben. Egészségügyi utalványokat igényelhettek nálunk a menekültek, illetve a helyi emberkék, akik 70 pluszosok és akik Kakaukából menekültek el. De azt kell elmondanunk, hogy ez a Caritas Pes Ukrajna egyik projektje, amit a megyei Caritason keresztül, amiben a megyei Caritason keresztül veszünk részt, és a beregszázi járásban kaptunk 55 ilyen egészségügyi kártyát, amit a mai nap keresztúrba a áttelepülteknek fogunk szétosztani, és még egy alkalmunk lesz, ahol a helyi emberek is megkapják ezeket a kártyákat, ami azt jelenti, hogy egy ilyen online gyógyszertárban meg lehet rendelni a gyógyszereket 1450 grivnya értékben. Kinek milyen igénye van, olyan dolgokat tud magának megrendelni. Természetesen az idős emberkéknek, akik 70 pluszosak, mi is segíteni fogunk ebben a gyógyszer megrendelésében, mert hogy nem mindenkinek van okostelefonja. És hát nagyon nagy segítség szerintem ez a itteni embereknek is, ugyanúgy a menekülteknek is, mert azért ez az időszak mindenkit nagyon megpróbáltat. Immár több mint egy éve a Caritas által támogatott pontok között szerepel a Tiszakeresztúri gyermekotthon is, ahol jelenleg is menekültek vannak elszállásolva. Valentina asszony Kramatorszkból érkezett, és az elsők között vehette át egészségügyi utalványát. Nagyon jó itt. Az emberek kedvesek és segítőkészek. Nyugalom van és minden rendben van, de reménykedünk abban, hogy minél előbb vége lesz ennek a borzalomnak és hazatérhetünk. Hálásak vagyunk az önkénteseknek és a szervezeteknek, akik támogatnak bennünket és gyermekeinket. Most megkaptuk ezeket az utalványokat is a gyógyszerekre, ami nagy segítség számunkra, hiszen vannak olyan gyógyszerek, amiket a támogatásból nem tudunk megvenni. Mindent egybevéve nagyon hálásak vagyunk támogatóinknak, akik annyit segítenek nekünk. A Szent Anna Karitás természetesen nem csak az utalványokkal támogatja a menekülteket és a helyi rászorulókat. A konyhánk az heti 3 alkalommal főz a menekülteknek és a helyi rászorulóknak, illetve beteg embereknek meleg ebédet, elsőt, másodikat. A pénteki nap folyamán turkáló ruhát, turkálós lehetőség lesz itt az udvaron. Ez általában heti egy alkalommal szokott nálunk lenni, és ezen kívül még, hogyha megkapjuk a voucherek többi részét, akkor próbáljuk azokat is kiosztani. A fent említett lehetőségek és programok nyitottak. A beregszászi járási Szent Anna Karitász továbbra is várja a rászorulók jelentkezését, mivel hiszik és vallják, segíteni jó.